Sem Petőfi Sándor, sem Kodály Zoltán, sem Szabó Magda nem azért alkottak, hogy a gyerekek betéve tudják önéletrajzukat. A másodfokú egyenlet megoldó képlete, kovalens kötés, zárva termők, az összes létező csata évszáma, a világ összes folyója vaktérképen. Az élet nem a kontextus nélkül elsajátított tudásról szól. A magyar diákok mégis ezt kapják az iskolában. Mindeközben óriási szükség lenne arra, hogy az, amit a gyerekek tanulnak, segítsen nekik eligazodni a való életben, a világról alkotott képük szerves része legyen. Sem Petőfi Sándor, sem Kodály Zoltán, sem Szabó Magda nem azért alkotott, hogy a gyerekek betéve tudják önéletrajzukat, hanem azért, hogy élményt nyújtsanak. Felvidítsanak, társaságot, elmélyülést adjanak. Miért mondanánk le arról, hogy a gyerekeknek az olvasás örömét, a zene és a művészetek élvezetét adjuk át a magolás helyett? Vagy arról, hogy az adórendszerek megismerése matematika órán, a százalékszámítás elsajátítását, történelem órán pedig az újraelosztás társadalmi hatásainak megismerését szolgálja. De beszélhetünk a testnevelésről is. Ahelyett, hogy a gyerekek minél távolabbra tudják eldobni a medicinlabdát, miért ne lehetne a testnevelés órák szerepe az, hogy a gyerekek megtapasztalják a mozgás örömét és megtalálják azt a mozgásformát, amit következetesen és szívesen végeznek életük során? Az iskola célja ma már rég nem az kellene, hogy legyen, hogy a gyerekek fejébe töltse az elérhető tudások összességét. Egyrészt ez lehetetlen, másrészt pedig felesleges. Önmagában a lexikális tudás hangsúlyozása és így a jelenlegi alaptanterv tartalma maga az értelmetlen büntetés. Az iskolának a valóságról kellene szólnia, ahol a tantárgyak szervesen összekapcsolódnak, hogy a gyerekek a valóság egy-egy szeletét értsék meg általuk, kialakítsák saját véleményüket. Nem utolsó sorban pedig azt is át kellene adniuk, hogy hogyan tudják a gyerekek megőrizni testi-lelki egészségüket.